A 46. országos komplex tanulmányi verseny résztvevőit a város nevében Kaposvár alpolgármestere Dér Tamás köszöntötte. Nagy teherrel a hátukon érkeztek, képviseljük az iskolájukat, képviseljük a városukat, vagy településüket, és képviseljük a megyéiket. Legyenek büszkék erre, hogy önök a megyéjükből, a városukból, az iskolájukból a legjobbak. A gyógypedagógiai munkájáról országszerte jól ismert kaposvári intézmény alaposan felkészült a résztvevők fogadására, hiszen ezt a tudáspróbát a koronavírus járványt követően most rendezték meg először. A speciális nevelésű diákok, 6.-7. osztályos tanulók vesznek részt ezen a versenyen, és ide Kaposvárra az országos versenyre már azok a diákok jutottak el, akik a megyei legjobbak voltak. Megyékben lezajlottak a versenyek, és a nyertes csapatok vannak itt minden megyéből, minden vármegyéből pontosabban, és Budapestről természetesen érkeztek csapatok, és minden területen, tantárgyi területen is megmérik magukat. A kétnapos megmérettetésen a gyerekek magyar irodalom és nyelvtan, matematika, természettudomány, földrajz, történelem és digitális kultúra témakörökben adtak számot tudásukról. A digitális kultúra egy hálás tantárgy. A gyerekek nagyon szívesen vesznek részt ebben a munkában. Ezen az állomáson egyénileg adnak számot a tudásukról, és törekedtünk arra a feladatok összeállításánál, hogy a 21. századi készségeknek megfelelő tudást próbáljuk meg előcsalogatni a gyerekekből. A résztvevő fiatalok azt mondják, fontosak nekik az ilyen alkalmak, mint ahogyan maga a felkészülés is. Szeretek tanulni is, meg főleg, hogy a tanárok segítettek ebbe a készülődésbe, így nagyon fontosnak tartom. Miután a feladatsorokat a kaposvári intézmény pedagógusai állították össze, városunk diákjai nem vehettek részt a megmérettetésen, így vármegyénket most egy somogyvári csapat képviselte.